Napról napra egyre több félelem tolakodik be az életünkbe a koronavírus járvány hatására, ezzel azonban valahogyan meg kell küzdenünk, a nehézségeken úrrá kell lennünk. Mai műsorunkban Tompa Gyöngyvér pszichológussal erről beszélgetünk, vannak-e lehetőségeink az öngyógyításra, önsegítésre. Köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm Gyöngyvér, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első kérdésem, hogy lehet-e állandó félelemben élni a hétköznapok során? Ez azért nem egy természetes élethelyzet, ami most zajlik körülöttünk. Sajnos nem egy természetes élethelyzet. Mondhatjuk azt, hogy az életünk gyökeresen felforgatódott. Tartós félelemben élni nem lehet. Tudományosan bizonyított tény, hogy a tartós félelem megbetegítő hatású. Ebben az új helyzetben tudomásul kell vennünk, hogy nagyon gyakoriak az új információk, és az új információk stressz helyzettel nehezednek ránk. Sok a mindennapjainkban az ismeretlenség, sok a mindennapjainkban a bizonytalanság, és sajnos naponta többször így fel tudunk ülni a pánikvonatra. Ezek a helyzetek valóban kibillentik a mindennapjaink egyensúlyát. Mit okoz ez bennünk lelkileg? Igen, én azt gondolom, hogy maga a stressz, az ismeretlenség és a tehetetlenség érzése egy nagy-nagy bizonytalanságot okoz. Viszont azt tapasztalom, hogy a tájékoztatás nagyon sokat segít abban, hogy gyakorlatilag ezt a két kulcsfogalmat, az ismeretlenséget és a tehetetlenség érzést csökkentse bennünk, hiszen nap mint nap kapunk tájékoztatást arról, különböző szakemberektől, különböző életkori szinten, hogy mi is ez a koronavírus, hogy hogyan zajlanak az események a környezetünkben, a világban. Tájékoztatást kapunk arról, hogy mi az, amit tesznek a mi biztonságunk érdekében. Tehát az ismeretlenséget a tájékoztatás, a média, a TV, a rádió, a különböző online csatornák sokat tudják csökkenteni. Aztán arra vonatkozóan is információt kapunk, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. Hiszen ugye nap mint nap számtalanszor elismétlik azt, hogy csökkentsük a fizikális kontaktust, hogy mossunk kezet, hogy a vírus cseppfertőzéssel terjed, tehát viseljünk maszkot, azt, hogy figyeljünk a veszélyeztetett populációra a környezetünkben, a testileg, lelkileg kevésbé egészségesekre, figyeljünk az idősekre. És ha már ezt a két kulcsfogalmat említettem, hogy az ismeretlenség csökkentése, illetve a tehetetlenség csökkentése, még két nagyon fontos kulcsfogalmat kell megemlítenünk, amelyek érzés szintjén befolyásolják az életünket. Egyfelől az összezártság és az izoláltság, hiszen tapasztaljuk azt, hogy nagyon sok család kényszer összezártságban él. Sokan vannak szokatlan módon kis helyen, és sok-sok fegyelmet kíván azoktól az emberektől, akik összezártan élnek. Egyfelől azt kívánja, hogy figyeljenek egymásra, másfelől meg azt kívánja, hogy azért az egyéni életükre is figyeljenek, a saját életterükre, arra, hogy biztosítsák az egymásra figyelés mellett az önállóságot is a szeretteik számára. Az izolációban például az nagyon fontos, tehát egyfelől magának az izoláltnak megélni azt, hogy ő egy kényszerizolációban van, hiszen a családok azért úgy működnek a mindennapokban, hogy ha nem is napi rendszerességgel, de hetente, két hetente meglátogatjuk a szeretteinket, vagy meglátogatnak bennünket. És ez most nem kivitelezhető. Illetve vannak olyan családi helyzetek, vannak olyan családszerkezetek, amelyeket a földrajzi távolságok 100 vagy több 100 kilométerre elválasztanak egymástól. Fontos az izolációban élőnek az,
hogy vegye tudomásul, hogy ezt a helyzetet nem a nemtörődömség, nem a szeretteinek a nemtörődömsége okozza, és tudni kell fegyelmezetten viselni az izolációt. Tudni kell azt megélni, hogyha mondjuk nem keresnek a szeretteink bennünket minden nap, akkor értsük meg azt, hogy talán a saját életükkel vannak elfoglalva, hiszen a saját életük is most egy terhelt élethelyzet. Pontosan így van. Tehát nem csak azt kell várnunk, hogy hívjanak bennünket, kezdeményezhetjük mi is a kapcsolatokat. Nagyon fontos, hogy napi rendünk legyen, nagyon fontos, hogy céljaink legyenek a mindennapokra, hogy megtaláljuk azokat a coping stratégiákat, azokat a mechanizmusokat, amelyek nehezebb helyzetekben régebb segítettek. Aztán fontos, hogy olyan elfoglaltságokat találjunk, amelyek egy picit kizökkentenek a mindennapi hírvadászásból, amik egy picit elterelik a figyelmünket. Mindenféle civil kezdeményezésekhez lehet csatlakozni, illetve az a nagyon fontos, hogy ki a saját életében találja meg azt a megoldási formát, amely segíti átlendíteni ezeken a nehéz helyzeteken. Már ezek is jó tanácsok, azonban vannak-e egyéb öngyógyító technikák, amivel a veszélyhelyzetet át tudjuk vészelni? Pont a napokban gondoltam arra, hogy pár éve 60-ban Bagdi Emőke professzorasszony volt a Közéleti Szalonnak a vendége, és akkor különböző relaxációs technikákkal ismertetett meg bennünket a professzorasszony, olyan technikákkal, amelyeket akkor nem is gondoltunk rá, hogy ilyen sajátos helyzetben is alkalmazkodni tudunk. Olyan technikákra világított rá, és tulajdonképpen azt ki is próbáltuk, hogy vannak olyan módszerek, amelyek a saját testünkben rejlenek, és a saját testünkkel, az érzéseinken urrá tudunk lenni. Mi volt ez? Emlékszünk? Hogyne. Ki is próbáltuk együtt akkor, és talán ki is próbálhatjuk, meg is mutathatjuk a nézőknek, hogy van az úgynevezett villámrelaxáció, és ennek az a sajátossága, hogy úgy relaxálunk, úgy nyugtatjuk meg magunkat, hogy közben feszítünk. Össze kell szorítani az öklünket, és ezt minden nap kipróbálhatjuk, hiszen nagyon hatásos és rövid idő alatt kipróbálhatjuk, gyakorolhatjuk. Összeszorítjuk mindkét öklünket, és jó erősen felhúzzuk, magunkhoz közel húzzuk, feszítjük, amíg csak tudjuk, aztán ugyanígy feszítve leengedjük, és végül kiengedjük, mint egy kifújjuk magunkból a stresszt, a nehézséget. Nekem ez kicsit olyan érzés, mint amikor így zsugorásványvizet pakolok be az autómba boldog békeidőben. De ezt minden nap kipróbálhatjuk. Aztán kipróbálhatjuk azt a nagyon egyszerű légzés technikát, és javaslom, hogy próbáljuk ki minden nap, indítsuk így a napunkat. Vagy ha azt vesszük észre, hogy híreket hallgattunk, szinte behergeltük magunkat, akkor tudunk úgy lazítani, hogy 5-öt, 6-ot mélyet szuszogunk, mély levegőt veszünk, megtartjuk egy picit a tüdőnkbe, majd jó messzire kifújjuk, mint egy ezzel azt téve, hogy a légzésünkkel azt üzenjük a szívünknek, hogy lassan kalapálj, megpróbálom megőrizni a nyugalmamat, sikerülni fog ez. Aztán ki is tudjuk mozogni ezt a nagy feszültséget a szervezetünkből. Ezt is kipróbálhatjuk, minden nap gyakorolhatjuk, hogy jó nagyokat, ezt úgy hívjuk, hogy ilyen ballisztikus mozgásokat, jó nagy kört teszünk a kezünkkel, jól leejtjük, kirázzuk magunkból a tehetetlenségünket, a feszültségünket, a dühünket. És van egy rendkívül érdekes módszer, ezt faciális feedbackként ismeri a szakirodalom, nem is az a lényege, hogy hogyan hívják. Az a lényege, hogy egy rendkívül egyszerű, kipróbálható és gyakorolható módszer. Ez arról szól, hogy nyugalomba leülünk a kedvenc helyünkre, és az arcunkra egy mosolyt veszünk fel, próbálunk megtartani, tehát mosolyogva ülünk 1, 2, 10
másodpercig. És azt vesszük észre, hogy uralkodik rajtunk az az érzés, hogy jól vagyok. Még talán kicsit vidám is vagyok, hiszen ennek tudományos magyarázata van, hogy az arcizmainkból mintegy parancs érkezik az agyunkba, hogy vidám az érzésed, érezd jól magad. Ezek nagyon érdekes és hasznos tanácsok. Ugyanakkor ugye lehet arról hallani, hogy a koronavírus járvány nem csak egészségügyi krízissel járhat, hanem gazdasági válságot is hozhat. Nem tudjuk, hogy mennyit vagy hogyan. Ezzel kapcsolatban mit lehet elmondani? Ilyenkor egzisztenciális félelem ébred az emberekben. Ez mit jelent az emberi léleknek, a pszichének? Ez egy természetes reakció egy ilyen helyzetre, hiszen az egzisztenciális biztonságunknál talán csak a biológiai biztonságunk fontosabb. És amennyiben a biológiai biztonságunk megvan, nagyon tud hiányozni az egzisztenciális biztonságunk, az, hogy nem tudjuk biztosítottnak a mindennapjainkat magunk vagy a családunk számára. Tehát addig, amíg az embernek munkája, munkahelye van, nagyon fontos, hogy tegyen meg mindent tőle telhetőt. De hát tudjuk, hogy ezek a helyzetek nem csak rajtunk múlnak. Hogyha bekövetkezik az, hogy az ember elveszíti a munkahelyét, hogyha csökken annak a lehetősége, hogy az egzisztenciális biztonságát meg tudja teremteni, akkor nagyon fontos az, hogy keressen támogatást a környezetében. Nagyon fontos az, hogy rövid távú céljai legyenek, és ezeket a rövid távú célokat kitűzve maga elé próbálja betartani ezeket, alkalmazzon túlélési technikákat. És ami még nagyon fontos, hogy bízzunk a döntéshozókban, bízzunk abban, hogy felelősségteljesen és hatékonyan próbálnak nekünk segíteni abban, hogy ezeket a nehéz helyzeteket át tudjuk vészelni. Tudunk-e még bármi mást tenni, amivel segíthetjük magunkat, hogy a mentális egészségünket megtartsuk, illetve józanul tudjunk a nehézségekkel szembenézni, erősen józanul? Igen, nagyon fontos az, hogy ne várjuk el magunktól, hogy minden helyzetben erősek, hogy minden helyzetben jól döntőek és sziklaszilárdak tudunk maradni. Ezek a helyzetek azok a napok, amelyek tudnak bizonytalanságot okozni. Tehát ne várjuk el magunktól azt, hogy mindig jól és mindig erősen tudunk dönteni. Az nagyon fontos, hogy éljük meg a hálát. Éljük meg és tudjuk kifejezni a köszönetet a közvetlen környezetünknek, tudjuk kifejezni a köszönetet azoknak, akik értünk dolgoznak, azért, hogy a mindennapjaink folyása biztonságban mehessen. Az egészségügyi dolgozókért, a közbiztonságért, a közrendért tevőkért tudjunk hálát mondani azoknak, akik a mindennapjainkat segítik, a vásárlásainkat, az ellátásunkat, a közlekedésünket, szóval a legapróbb részletekben figyeljünk a környezetünkre. Aztán fontos, hogy meg tudjuk élni az örömeinket, és itt nem némi patetikus nagy örömökre gondolok, hanem egyszerűen a mindennapjaink örömére. Például arra, hogy reggel meg tudjuk engedni a vízcsapot, és abból folyik a víz. És akkor is annyit mosunk kezet, ahányszor csak akarunk, és teát tudunk főzni a szeretteinknek, és hasonló apró örömökre figyeljünk, hiszen minnyájunknak a mindennapjaiban vannak ilyen apró örömek. Ezeket meg kell élni. És nagyon fontos az, hogy tudjuk magunkban éltetni, hogy tudjuk magunkban és a környezetünkben táplálni az öröm és a bizakodás érzését, hiszen a mostani nehéz helyzetben rendkívül kellemetlen, érzékenyek vagyunk, kellemetlen élményeket élhetünk meg, de úgy gondolom, hogy ezek a napok arra is lehetőséget adnak, hogy megéljük a hála, az öröm és a szemléletformálás érzését. Lehetőségünk nyílik arra,
hogy másképp tekintsünk magunkra és a környezetünkre. Ezt nagyon fontos megtennünk. Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok hasznos tanácsot. Kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmet, további minden jót kívánunk!